Alapvetően nagyon fontos, hogy hogy érzem magam a bőrömben, tehát fontos ez számomra, és szeretem magam jól érezni a bőrömben, és tudatosan így erre hangolom magam így az életem minden területén. Abszolút minden tekintetben itt természetesség hívő vagyok, mert hogy fontos az, hogy egészségesnek lássam, és egészségesnek érezzem magam. Úgyhogy viszont azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal hiúbb vagyok, és szerintem mindig vagyunk vele, hogy elfogadjuk azt, hogy a természeti adottságainkhoz mérten azt az amortizációt, amit így az élet így rajzol ránk, mert a szívünkben valahogy sokkal fiatalabbak vagyunk, mint az az ember, akit látunk a tükörben nap, mint nap. És azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy ennyire ragaszkodunk a saját fiatalságunkhoz. Mert hogy ugye a rászállító krémek vagy a fogpótlás, ezek már teljesen hétköznapi dolgok, amik ugye a fiatalabb korosztályt is érintik. Viszont így a hajgyógyászatban voltak most olyan innovációk az elmúlt időszakban, amik mellett már úgy nem lehet elmenni. Úgyhogy bármennyire is tartottam tőle, az életem egyik jó döntése volt, és abszolút 100%-ig elégedett vagyok a végeredménnyel, mert azt a 15-20 évvel ezelőtti állapotot tükrözi most az a kép, amit én szerettem volna látni. Úgyhogy egy higgadtságot, profizmust, kényelmet és komfort érzetet és barátságos hozzáállást tapasztaltam itt a klinikán. Úgyhogy én köszönöm szépen egyrészt az élményt, másrészt meg, mint előadó számára nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak hangban, hanem képben is hozzam azt a kvalitást, amit saját magamtól elvárok. Nem volt olyan visszajelzés egyébként, vagy nem voltak olyan visszajelzés. Lehet, hogy nem bátoroltak fel annyira, hogy jelezzék felém, hogy kopik a haj vagy a rőzse. Igazából én vettem észre, hogy olyan, mintha az elmúlt időszakban így egyre kevesebb lenne. Számomra tényleg ez az egy dolog fontos. Az életben szeretem a változást, sőt ez az egyik kedvencem. Szeretem, hogy változik az élet, és abszolút elfogadom ezt, sőt szeretem magam, hogy változom, és érek, és alakulok. Viszont mégiscsak fontos az, hogy ez a fajta fiatalság érzet meglegyen, amitől úgy az ember motiváltnak érzi magát, hogy nap mint nap fölkelésbe lenni a tükörbe, és látja azt, hogy egészséges, fit, napra kész, és úgy beleugrasz a napba, tehát hogy ez így fontos.